Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és mint láthatjátok, az Air Missions Hind nevű játékot fogom megmutatni nektek. Ez a játékot én nagyon-nagyon-nagyon régen kaptam már meg, és ennek az a lényeg, hogy egy orosz Mi-24-es harci helikopterrel kell gyakorlatilag bevetésre indulni. A játék irányítás egy kicsit nehézkes az első másodpercben, ugyanakkor billentyűzetes keyboardra, illetve ilyen kontrollerre van teljes mértékben megcsinálva, nagyon jól, és mint látjátok, egyébként egész jó grafikája van, amik most futnak a képen, azok a in-game print screenek egyébként. Xboxra és PC-re érkezett meg, és a 3 Division, illetve 3 Division nevű kiadó és adta ki, és ők is fejlesztették gyakorlatilag a bulit. Egy jó néhány hónapja kértem, illetve hát szerintem több mint egy éve kértem tőle, sőt meg is nézem egyébként, hogy mikor kértem ezt a játékot, és kaptam is meg, elképesztően örülök, most nincs ideírva, mert el van indítva, úgyhogy, de szerintem több mint egy éve kaptam meg ezt a játékot, és hát akkor még Early Access-ben, és most is szerintem abban van, hogyha mindjárt megnézem, de én egészen biztos vagyok benne, hogy még mindig abban van, egyébként 17 euróba kerül a játék, és a 165 értékelésből nagyon-nagyon-nagyon pozitív értékelést kapott, ami egyébként nem feltétlen rossz, és mit akartam megnézni? 2016 márciusában jelent meg. Ez egy szimulátor, akció és indie fejlesztésű játék. És hát most akkor nézzük meg, hogy miről is szól ez a buli. Megcsináltam már a tutorial videót, ami, vagy a tutorial feladatot, ami egyébként meg kell szokni ennek az irányítását. Ugye ez egy helikopter, ez nem egy vadászrepülőgép. Helikopter akkor tud egyenesen menni, hogyha kicsit bedönti saját magát. Akkor tud hátra menni, hogy kicsit fölhúzza az elejét. Ez nyilvánvaló a... Tehát gyakorlatilag a helikopter testét lehet irányítani, és a rotorok sebességét, illetve hát a, ugye értelemszerűen a nyomatékot, vagy hát a teljesítményét lehet irányítani. És hát a második feladat egy ilyen... Arthur Reliket, tehát tüzérséget kell megsemmisíteni. Itt van egyébként control type, hogy casual vagy szimulátor legyen, hát én maradok a casualnál mindenféleképpen. És rengeteg mindent be lehet állítani, ugye a nehézség, a... lehet, hogy a ilyen automatikus célzás beállítani a lövegeknek, de hát megpróbáljuk azért egy normál, egy átlagos beállítások mellett kezelni a játékot. Itt lehet, úgy látom, itt nem is tudtam, hogy lehet több helikopter közül választani. Illetve, hát úgy látom, hogy most jelen pillanatban a K50, az Mi-8 és a Mi-28, meg a Mi-24 közül lehet választani. Hát megnézzük. Megnézzük ezt. Nem? Ez olyan nagyon csúnyának néz ki. Próbáljuk ki ezt. Milyen legyen a... Színe legyen ilyen, ne ártik, legyen zöld. És aha, nem minden fegyvert lehet használni még. Legyen akkor gépfegy, 23 mm-es gépágyú rajta, meg rakéta. Ugye ezt a kettőt meg tudjuk oldani. És hát akkor induljunk bevetésre, nézzük meg, hogy mi az. Mondjuk elég érdekes, hogy a Hind nevezetű játékban nem Hinddal fogunk menni, tehát nem Hinddel fogunk menni, hanem egy másik típusú helikopterrel, de megnézzük. Nem akarok úgy tenni, mint aki elképesztően ért a helikopterekhez, de mondjuk azért ez nem olyan rossz ez a grafika szerintem. Na, a W-vel beindítjuk a rotorokat. Ugye? Ennek nincsen, ennek a helikopternek hátsó rotorja, viszont két középső rotorja van, ez azért kell, hogy ne forogjon el egyébként. A W-vel lehet teljesítményt adni a rotornak, az S-sel lehet teljesítményt levenni, ugye látjátok, hogy középen a hudon lehet látni, hogy mi a helyzet.
A HUD-nak a jobb felső, tehát nem a monitornak, hanem a HUD-nak a jobb felső részében van a sebességünk, alatta pedig a magasságunk, és ha az F-fel lehet fókuszálni a targetekre, ott van a föld, csomó földi célpont, az A-val és a D-vel lehet így behajtani, az egérrel lehet egyébként elfordulni a helikopterrel, és akkor hát, hogyha följebb megyünk, adunk egy kis izét is neki, és előre hajtjuk a helikoptert, akkor elindulunk, illetve van egy ilyen shift-tel, egy ilyen sokkal jobban előre bukás, és akkor ez fölgyorsítja, már is 400-zal megyünk. Na nézzük, a C-vel egyébként tök jó módokat lehet választani. Látom, hogy... Ó. Na nézzük csak. Gyerünk lejjebb. A kör mutatja meg egyébként nagyjából hova lövünk, és a kocka pedig azt, hogy hova szeretnénk, de nem találjuk el. Na jó. Jó, hogy ez be van ásva, mint az állat. Na, adjunk neki akkor. Kicsit eltávolítunk. És teszünk egy kört, és megpróbálunk visszamenni. Szépen visszafordulunk a célpontra. Ami alattunk van. Aha, alattunk van bizony. És az micsoda? Aha, az is az. Így elkezdünk lefelé menni. Gyerünk. Arra ráfutunk, arra. Azaz, ezt akkor el is intéztük. Nagyon tök jó, és akkor szépen visszafordulunk. Így a C-vel lehet ezeket a kamerák között változtatni, és a földi harchoz ez a kameraállás szerintem a legjobb. Ohó, kilőtte egy rakétát. Szépen kilőjük ezt, egy rakat rakétát. Jaj, persze, de buta vagyok. Hát a körbe megy bele, nem a négyszögbe a rakéta. Szépen fölrobbantottuk az egészet. Hol van? F-fel lehet még nézni célpontot, ott van balra. Egy kicsit eltávolítom, mert nem látom. Aha, ott van. Gyerünk, lőjed! A gépfegyvernek a célpontja egyébként a... vagy a gépfegyvernek a célzója egyébként a négyzet alakú. Úgyhogy itt emberek szaladgálnak ott! Ne zuhanyunk le, azt semmiféleképpen ne tegyük meg. Lőnek ránk egyébként. És a Q-val egyébként újra lehet tölteni a bulit, de nyilván csak megadott számú újratöltési lehetőségünk van, hogy ne ezt bemeljük a rakétát mondjuk. Gyerünk, lejjebb. Állj. Még maradt ott valami szerencsétlenség? Na jó. Kicsit eltávolodunk, akkor egy talán szerencsésebben tudunk visszafordulni. Nagyobb helyünk lesz. Úgy. Franzom, már mindig a C-t nyomom meg az esélye. Valamiért az van bennem, hogy a C-vel megyünk le. Gyerünk. Na jó van, akkor ide is nyomunk pár rakétát. Hoppá! Ez az! Tökéletes, keresünk új célpontot. Oh, ott vannak a domtetőn. Ezeket is fölrobbantottuk. Kezdek belejönni egyébként. Maradt még ott valami? Ugye nem maradt ott semmi. Ja, de ott van.
Nem szabad vigyázni kell, mert a fák is, fák is sebeznek, hogyha hozzáérek természetesen. Egyébként nyilván ez egy teljes mértékben egy casual mód, ami most van. Oroj. De lehet ezt sokkal keményebb. Sokkal keményebb szimulátor módban is játszani. Oh-oh. Na gyerünk. Ésszel váltunk egy fegyvert. És a C-t meghagyjuk a rákba. Elkezdünk süllyedni egy picit. Rámegyünk azokra az akármikre. Aha, négy darab, valami nagy rakéta van most kiválasztva. Space-szel lehet fegyvert felhasználni egyébként. Ögy. Gyerünk vissza. Ó, itt mi maradt még valami? Nem baj. Úgy. Becélozzuk innen, ügyesen. Igen, csak mennyire ez pontos a rakétát. Gyakorlatilag szerintem semennyire nem volt pontos. Közelebb kell menni. Még egy rakéta van, azt újra töltjük a fegyverrendszerünket. És most újra töltjük. Azaz. Hát ezt nem hiszem el. Gyerünk! Öjj! Bam! Nyilván ez egy elképesztően kezdő pálya. Tehát azt azért nagyon-nagyon fontos tudni, hogy ennél azért vannak sokkal nehezebb pályák is. És hol vannak még... Aha, lőnek rám közben. És egy kicsit elhúzunk innen. Viszont lejjebb megyünk, nem megyünk ilyen magasra, úgyhogy az S betűvel próbálunk lejjebb menni. Arra, ott van valami? Hol? Nem látom az ellenséget. Jó, emberek vannak még ott. Aha. Jó. Ott vannak még fegyverrendszerek, amiket meg kell semmisíteni. Ajjajjajjajjaj, mellé ment. Lehívent, ez nagyon nem jó hír. Mondjuk itt ugye ez egy kezdő küldetés, itt mondjuk nincsen olyan mérvű légvédelem. De azért láttátok az első képeken, hogy itt azért hajók ellen is lehet küzdeni, meg mindenféle. Megpróbáljuk még a következő pályát, hogyha ez sikerül természetesen. Azaz. Úgy, azt hiszem, szerintem ezt megoldottuk, ezt a feladatot. Tökéletes. A machine gunokkal 2%-os volt a pontosságunk, mondjuk a rakétákkal 50%-os, 18 darab földi célpontot és 11 darab katonát nyírtunk ki. Megnézzük a következő feladatot még. És akkor talán ott már egy kicsit bonyolultabb dolgokat is végig kell hajtanunk, és akkor megyünk most tényleg az eredeti Hinddal. És ez valami nagy bomba, amit állokkoltunk. Egy konvojt kell gyakorlatilag követni majd, és segíteni nekik. Igen, casual, normál. Oké, és akkor hát menjünk nem ezzel.
Menjünk a H-dal szerintem. Úgy. Akkor legyenek itt rakéták fönt? Hát legyen akkor itt is rakéta egy rakattal. Na és a szárny végekre nem tudunk fegyvert rakni sajnos. Ugye a feladatok megcsinálásával lehet unlockolni dolgokat, amit aztán később lehet használni. Egyébként rengeteg Steam Workshop-ba elkészült feladat van, amik egyébként ilyen nagyon jók szerintem, illetve hát elég sok értékelést láttam, és azt mondta mindenkinek nagyon jó. Nyilván egyelőre 1980, egyébként vagy 6 szintére játszanak, tehát vagy játszódik a játék, tehát rengeteg sivatag, dzsungel, mindenféle lehetőség, vagy mindenféle megoldás megtalálható. Gyerünk föl. Ez nem lesz annyira, hogy is fogalmazza. Behúzzuk a kereket a G-vel. Ez nem lesz annyira nagyon gyors ez a helikopter, annyira nem fog tudni gyorsan mozogni, forogni. De ott a másik bajtársam. Jó lenne, hogyha sikerülne őt valamennyire követni azért. És ott a konvoj. És ott nem is szuplizni kell, hanem... Tehát nem is fedezni kell a konvojt, hanem el kell pusztítani. Szerintem azt fogom csinálni, hogy így az útra így ráfordulok mindjárt. És itt ráközelítünk. Húha! Azt a betyár mindenítet, ez... Azta! Hát mondjuk ebbe berepültem elég rendesen. Lőnek, mondjuk... Ugye a hind az eléggé erősen fel van páncélozva, tehát nem feltétlen probléma a lövés. Egyelőre, mert mi is tudunk lőni ugye. A konvoj elejét nem sikerült elkapnom egyébként az előbb. A dolgát rendesen. Újra kell tölteni. Ne zuhany le. Van itt még rengeteg rakétám, meg a gépfegyverem elfogyott egyébként. Meg kell fordulni, hogy a többiek is teszik. Ügyesen, újra töltjük. Azt hiszem, talán az az egyetlen egy van, ami maradt. Nem, van ott még néhány. Elélőzünk. Ez ilyen... hőkamera. Jaj. Na most te leszel a következő kis barátom. Jó, ennek reszeltek, hőkamerával azt is meg. Azt is elkapjuk. Egyetlen egy darab maradt. Mindjárt visszafordulunk rá. Ott van még. Azt hiszem, kis barátom, hogy neked reszeltek. Elintéztük a konvojt is. Egyébként meglepően szórakozható maga a játék, és hogyha az ember belejön egy kicsit, még nem jöttem bele egyébként az irányításba, tehát azt kell mondanom. De hogyha az ember belejön egy kicsit az irányításba, akkor biztos vagyok benne, hogy egy csomó kunstot meg lehetne csinálni a helikopterrel. Illetve vannak ezek a tök izgalmas pályák és tök izgalmas lehetőségek, ahol, tudom én, például a tengeren harcolunk, vagy egyéb
egyéb megoldásokkal. Minden esetre azt hiszem, hogy ennek a mai játékbemutatónak itt van a vége. 19 euró, hogyha jól emlékszem, annyi volt. Annyit mondtam a legeslegelején. És 17 euró, ugye ami 17-szer mondjuk 3-15, az mondjuk 5300 forintot jelent, és hát biztos vagyok benne, hogy el lehet azért fütyögni vele, és aki főleg szereti az ilyen kicsit katonásabb, kicsit realisztikusabb dolgokat, azokat biztos, hogy szerintem tetszeni fog. Aki nagyon szereti, tehát aki nagyon realisztikus dolgokat szereti, az azért nem. Tehát még ez nem egy szimulátor, illetve hát nyilván a casual módban lévő irányítás nem tette azt lehetővé, hogy szimulátornak láttassék. Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok és kommenteljetek dolgokat. Esetleg, hogyha tudtok valamilyen olyan szimulátort, ami nem feltétlen 1 millió forintba kerül, és akár még jó is lehet, akkor várom egyébként a javaslatokat, mert én nagyon-nagyon szerettem régen is, és nagyon szeretem most is ezeket a játékokat, csak egyszerűen nagyon kevés olyan van, például egy, például lehet, van itt egy joystickom is, lehetne akkor játszani, mint olyan vadászgépes, vagy valamilyen ilyen megoldás, majd utána nézek ennek. Minden esetre még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!